Miskolcra kell menni a baleset és sebészettől kezdve mindenfele. És sajnos ezt, ha bezárik, akkor Bozrok köznek annyi. Mi vagyunk az elsők az országban. Miért mi vagyunk az elsők? Mert mi vagyunk a legkisebbek és a legszegényebbek. Jelzéseket kaptam kollégáimtól, picit gazdagabb önkormányzatoktól, hogy ők még egy hónapig bírják, ők még két hónapig bírják, ők talán a nyalatát vészelik. Kihozok egy vedret, én trombitát fogok csinálni, be fogok ordítani, fogok, hogy ne zárják be. Ne zárják be. Mi is az orvosokról, az orvosoktól tudtuk, hogy mostanában bezár. Mert elvileg arról volt szó, hogy még az évben üzemel. Nekem is vissza kellett volna jönni kontrollra, a tüdőgyógyászatra, azt mondták, hogy nincs orvos ma. Ma egyáltalán nincsen már orvos? Nincs, tüdőgyógyász nincs. Így bárkinek bármi panasza van, így nem tudunk hova menni. És egyébként megmondták, hogy hova kellene menni? Hát, vagy azt sem tudják? Azt sem tudjuk, de valószínű Újhely lesz, az még kicsit messze van. Hogy lehet oda eljutni? Busszal. De hát akkor reggel el kell indulni, és akkor majd estére hazajönni, hogyha mindennapos kezelés van. Hát már most elmegy a 12:30 buszunk, akkor busszal tudunk csak hazamenni. Azt is délután, 3 óra után. 3:45 fele már csak akkor van. A buszjárat is olyan silány, hogy naponta csak egyszer megyen oda. Megy a 8-as, 2-szer 8-as, megyen korán, meg a 12:30 megyen. Utána már nem megyen, csak délután, 3 óra után, 3:45. Hát belül láttam, hogy még tapétáznak, még ilyesmik, mert újítják belőlül. Én azért nem hittem el, hogy bezárják. Igen. Igen, tehát nem a logérendelő az így néz ki. Picit félre tudok ülni a beteggel egy kis helyiségbe, de ott most ugye a terhelés van. Hogyha négy szem közt akarok beszélni, vele van egy kis helyiség. Így néz ki, ultrahangkészülék szokott még itt benn lenni, csak most a nőgyógyász használja. Egy ultrahangkészülékünk van, most a uniós fejlesztés kapcsolatban még kettőt próbálunk rendelni, hogy egyszerre két ultrahanggal dolgozó szakma is tudjon rendelni. Amennyiben a NAV adósok listájára felkerülünk májustól, akkor ugrik az uniós pályázatunk. Márpedig most úgy néz ki, hogy májusban NAV adósok listáján rajta leszünk, mert nincs pénzünk. Úgyhogy akkor nem lesz új ultrahangkészülék. A szakrendelő, amelyet az Európai Unió épített a Boddog közlakosságának, 9 éve én vagyok az ügyvezetője, finanszírozhatatlanná vált. Kerestem magamban a hibát, hogy miért van az, hogy 9 évig ment, és most nem ment. És nagyon akartam megtalálni magamban a hibát, de nem találtam meg. Az egészségügyi kormányzat a önkormányzati szakrendelőket nem finanszírozza megfelelő módon. Óriási nagy bérköltség, tehát egyetértek az orvosi béremeléssel, egyetértek a szakdolgozói béremeléssel, de ez nincs finanszírozva, nem kapjuk meg rá a finanszírozást. 2017. november 1-e óta az szakellátók, a szakorvosi rendelők finanszírozása nem emelkedett. Ez idő alatt mi elszenvedtünk nagyjából 42% inflációt. És egy fillével nem emelkedett a finanszírozásunk. Az egészségügyi szolgálati törvény és az ágazati béremelés szóló rendelet az egy nagyon jó dolog. Üdvözöltem mindig is. Jelentős orvosi béremeléseket hozott, jelentős szakdolgozói béremeléseket hozott. Érthetően akarok fogalmazni, tehát nem túl bonyolultan. 100 000 forint szakdolgozói bérköltség emelkedésre nagyjából 38 000 forint állami finanszírozást kapok. 100 000 forint orvosi béremelésre az kicsit jobb, ez olyan 70 000 forint. Nem lehet kigazdálkodni azt a plusz pénzt.
nem nagy pénzekről van szó. Tehát olyan 17-18 millió forint most a havi finanszírozásunk, 26-27-ből tudnánk működni. Ez ma Magyarországon nem pénz. Mit írnak de most alá? Az emberek? Hogy megmaradj az egészségügyi központ Cigánddal, továbbra is üzemeljen. És az orvosi ügyelet is, központi orvos ügyelet. Hát hol szabad volna ezt megengedni? Először itt kell helytállni, nemhogy felveszik az uniós támogatást és kész. Salamon doktor, a járás ikonja, egyik ikonja a feleségével, úgyhogy angyal doktornével, ők azok, akik miatt itt egyáltalán van még háziorvosi ellátás. Nyilván van még egy néhány háziorvos, de ők azok, akik helyettesítenek, járják a falvakat, de állandó háziorvos, amit mondtam, Bodok az lakosságának 43%-ának nincs. Ügyelete most már senkinek nincs. Mi vagyunk az elsők az országban. Miért mi vagyunk az elsők? Mert mi vagyunk a legkisebbek és a legszegényebbek. Jelzéseket kaptam kollégáimtól, picit gazdagabb önkormányzatoktól, hogy ők még egy hónapig bírják, ők még két hónapig bírják, ők talán a nyalat átvészelik. Nem fogja sem, ebben a helyzetben semmilyen önkormányzati járóbeteg egészségügyi intézmény nem fogja átvészelni az időt. 134 darab intézmény van az országban, a járóbeteg ellátás 40-45%-áról van szó. Tehát magyarul, amíg az önkormányzat tud segíteni, addig működik, ha nem tud, nem. Két éve lebegtetik a államosítását a önkormányzati szakrendelőknek. Lehet mondani sok mindent pro és kontra. Azért itt a bodvakközi nép elevenen emlékszik a 2014-es évre, amikor ennek a szakrendelőnek a testvér intézménye Göncön ugyanilyen utat járt be az első két évben, mint Cigánd. Itt megmaradhatott önkormányzati fenntartásba, és akkor ért az a megtiszteltetés, hogy ügyvezető lehessek. A Göncit államosították. Hát nincs semmiféle szakellátás a Gönci szakrendelőben, úgyhogy az megszűnt. Tárgyalásokat folytattam többek között Pintér Sándor belügyminiszter úrral, Takács Péter államtitkár úrral, aki az egészségügyért felelős, Jenei Zoltánnal, az APFÖ főigazgatójával, és Dukai Miklós államtitkár úrral, aki a önkormányzatokért felelős. Ezeknek a tárgyalásoknak az eredményeképpen szeretném elmondani és megnyugtatni a bodrogközi polgárokat a következőkre. 1. A kormányzat nem fogja bezárni a cigándi járóbeteg ellátó intézményét. 2. Sőt, az egészségügyi kormányzat eltöként szándéka, hogy annak üzemeltetését átvegye az önkormányzattól. 3. A zökkenőmentes gyógyító munka érdekében az átvétellel kapcsolatos tárgyalásokat a következő napokban a szakemberek elkezdik. És végül a 4. És ez a leglényegesebb, hogy az átmeneti időszakra vonatkozóan a kormány biztosítja a fenntartáshoz szükséges forrásokat. Ezek alapján, mint a térség országgyűlési képviselője, és tisztelettel arra kérem az igazgató urat és az itt dolgozó orvosokat, hogy folytassák tovább a gyógyító munkájukat, amire az átvétel után az egészségügyi kormányzat továbbra is igényt tart. Sokan megkérdezik, hogy milyen a biztosíték. Nos, én vagyok a biztosíték, hölgyeim és uraim, mint 11 évvel ezelőtt, akkor is az önök szolgálatába szerződtem, és most is ezt tettem. Köszönjük szépen, képviselő úr, hát ez az a forgatókönyv, amire igazából nem számítottam, de szerintem nagyon kevesen számítottunk. Már csak azt nem értem, miért nem kaptam erre korábban tájékoztatást, hiszen 3 szívinfarktus kivoltam az elmúlt 2 hónapban, mert jó, hogy itt van ez az intézmény valóban. Úgyhogy, de mindegy, az a lényeg, hogy a munkájában el van végezve.
hogy még csak most kezdődik a munka, ahogy hallottam, úgyhogy most kezdődnek a tárgyalások. Én nagy tisztelettel megköszönöm képviselőnek a közbenjárását, a segítségét. Nyilván tartottunk az államosítástól, és meg is fogalmazta a testület a véleményt azzal kapcsolatban, amikor megkérdezték, hogy átadjuk-e, vagy ha úgy alakul a járóbeteg szakrendelőt, vagy sem. A képviselőtestület nyilatkozott arról, hogy nem szívesen adná át az államnak, hiszen eddig mi nagyon jól megvoltunk magunknak, és igazából azt szeretnénk, hogy a régi finanszírozási rendszerre működjen így tovább, de hogyha az új egészségi törvény úgy rendelkezik, hogy erre nincs több lehetőségünk, akkor az államosítás is sokkal jobb annál, mint hogyha bezárna az intézmény. Hát jövő hét a pénzt. A képviselő bejelentette a szakellátás államosítását, ami nem gond. A gond az, hogy sokszor történt már az elmúlt években ilyen Magyarországon, és soha nem sikerpropaganda. Mondtam a képviselő úrnak, hogy legyünk akkor mi cigánd, az, ahol a önkormányzati szakellátás államosítása egy sikertörténet lesz. Megmaradó rendelésekkel, fejlődő műszerparkkal, stb. A képviselő azt mondta, hogy így lesz. És a képviselőnek azt mondtam, hogy viszont azonnali beavatkozás kell, tehát azonnal ki kell fizetnünk a visszamenőleg az orvosokat, hogy megmaradjon a csapat. Sokkal egyszerűbb egy megmaradó gárdát fenntartani, mint nullával újra szervezni. Én nullával szerveztem újra ezt az egészet 2014-ben, nem volt könnyű. Nem volt könnyű. Nagyjából 50 ezer kilométert vezettem, mire összeállt a kép, és tehát nem szabad elveszteni. És ezért mondom, hogy legkésőbb jövő hétre pénz kell. A képviselő megígérte ezt, hogy így lesz. Tehát magyarul, jó, legyen államosítás, vegyék át, de siker legyen a vége.